A kegyeletadó megemlékezés szentmisével kezdődött, melyet főtisztelendő Szeles Oszkár esperes plébános celebrált a zentai felsővárosi köztemető Kálvária dombján. A megemlékezésen beszédet mondott Cegvédi Rudolf, Zenta község polgármestere. A vajdasági magyarság nagyon nagy utat tett meg az elmúlt 75 évben, hiszen a kényszerű hallgatásra, még a családokban se volt szabad beszélni ezekről a rémtettekről. Eljutottunk oda, hogy ma már nyíltan kimondhatjuk azt, hogy kik voltak ezek az áldozatok, és miért haltak meg. Tehát fontos, hogy soha többet ilyen ne forduljon elő egy néppel se. A szentmisét követően a főtisztelendő megszentelte az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc, valamint az 1944-45-ös ártatlan áldozatok emléksírhelyét, majd Burány Hajnalka, a VMS zentai szervezetének alelnöke szólt a jelenlévőkhöz. Az ősi felirat szavai szerint voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. Most rajtunk a sor, most mi élünk. Nekünk kell szeretni, nekünk kell alkotni. Nekünk kell építeni és mások gondját viselni. Nekünk kell élhető, szeretetteljes világot teremteni, olyat, amelyikben jó élni. Az előttünk járók példája mutatja, hogy a legnehezebb életkörülmények között is megtalálhatjuk az élet értelmét és szépségét. Az életet és az időt pedig, amit megkaptunk, tovább kell adnunk. Ez a mi feladatunk. S ha szabad így mondanom, ez emberségünk lényege. Ezt követően az egybegyűltek megkoszorúzták az áldozatok emléksírhelyét. A megemlékezést a zentai tópart vegyes kórus tette meg hitebbé.